Az 1945-ben kényszermunkára a Szovjetunióba hurcolt kispestiekre emlékeztek a Városháza falán lévő emléktábla előtt. Gajda Péter polgármester, Vincek György alpolgármester, valamint Teknős Ferenc és Domokos Gábor önkormányzati képviselők hajtottak fejet, és helyezték el az önkormányzat koszorúját. Délpestről 1945. január 6-ától vitték el kényszermunkára a civil lakosságot. Több Pest melletti településről nem a munkaképes férfiakat, hanem főleg a német nemzetiségű, illetve német nyelvű személyeket. Az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatával minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a napon rabolták el és hurcolták a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát.